Több mint 6 éves erőfeszítés eredményeként hamarosan megindulhat a személygépkocsi forgalom a Rákóczi utcai kis határ átkelőnél Sátoraljaújhelyben. Dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő és Szabó Erika területi közigazgatásért felelős államtitkár sajtótájékoztató keretében jelentette be a hamarosan megkezdődő határnyitást. Sátoraljaújhely és Kisújhely polgármestere is együttműködését fejezte ki a tervezettel kapcsolatban. 2007-től itt a Sátoraljaújhelyi Rákóczi utcai kis határnál útlevél nélkül is át lehet kelni a magyar-szlovák határon, ám de csupán gyalogosan. Hamarosan azonban a 3,5 tonna alatti gépkocsi forgalom is zöld utat kap. Az elmúlt év decemberétől a Magyar-Szlovák Vegyes Bizottság társelnökeit én folyamatosan bombáztam azért, hogy vegyék minél hamarabb napirendre a határátkelőhely forgalmának, a megváltoztatásának az ügyét. Nos, mivel ez nem csak egy minisztérium, hanem több minisztériumhoz kapcsolódott, plusz még ugye a külügyminisztérium, tehát ez adta a nehézségét, majdnem elvesztünk a bürokrácia útvesztőjében, azonban egyértelmű jelzés jött a magyar kormány részéről, hogy ezt mindenféleképpen felgyorsítja. Ennek következtében az események ezen a tavaszon jó irányt vettek, mindkét kormány részéről. Az illetékes minisztériumok és a két kormány vegyes bizottságainak támogatásával valóra válhat a helyi polgárok akarata. Több éve a helyiek már küzdenek azért, hogy igazi határrá váljon itt a két település közötti határ, de nem volt meg a kellő politikai támogatottsága ennek a kezdeményezésnek, és én nagyon örülök annak, hogy bár még 1 éve sem dolgozik a Nemzeti Együttműködés kormánya, ez a cél, ez a szándék a magyar fél részéről teljes támogatásra lehet, és mint a magyar-szlovák kormányközi vegyes bizottság társelnöke, már kétszer is kértem a napirendre tűzését ennek a kérdésnek, és nagy örömömre szolgált, hogy a szlovák fél is ugyanolyan lelkesen támogatja ennek a hídnak a közúti forgalom előtti megnyitását. Az áprilisi kormányülésen várhatóan támogatni fogják az átkelő megnyitását, tette hozzá dr. Hörcsik Rihárd. Ezután a szlovák parlament elé kerül az ügy. A két település közti kapocs erősödhet a személygépkocsi forgalom megindításával, a jelenlegi pozitív politikai hozzáállásnak köszönhetően. Völner Pál államtitkár úr és a szlovák partnere Budapesten aláírják az egyezményt, és ezután még a szlovák parlamentnek kell ratifikálni, ami várhatóan 1-2 hónapot vesz igényben, amikor a parlament a menetrendébe tudja ezt ütemezni, és én optimista vagyok a tekintetben, hogy egy 6 éves kemény munkát lezárva a turistaforgalom, amikor megindul nyáron, akkor már szabadon átjárható lesz a 3,5 tonnás alatti forgalommal. A kis határátkelőnél emiatt jelentős átalakításra kerül sor. Itt egy kiemelt járda lesz mind a két oldalon a hídnak felújítva. Mi oldalunkon mind a két szélén egy-egy rámpát kell építenünk. Az egyik oldalon a kerékpárút lesz, egy kerékpársáv lesz a kereszteződésig, a lámpás csomópontig. A másikon pedig a gyalogosoknak, illetve a mozgássérülteknek egy rámpa, ami pedig a járdáig fogja levezetni az erre közlekedőket, illetve közlekedési táblákat kell kiraktunk, ami a magyar sebességkorlátozásokat, illetve egyéb fontosabb jelzéseket tartalmazza. Hasonlóképpen lesz a határ másik oldalán is ez a munka. A kialakítás költsége Sátoraljaújhelyen több 100 000 forintra tehető, Kisújhelyen viszont jóval magasabb összeggel kell számolni, mivel járdasziget és kamionkapu is lesz. Személygépkocsik és mikrobuszok kelhetnek majd át a határon, de kamionok és nagy teherautók nem.